Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Szegeden. Dharma beszédünk kezdetén mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nam, hétszer közösen. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Sokan szívesen jöttök templomba, sokan szívesen vagytok a meditációs teremben, sokan szerettek szakrális helyekre járni, mert olyan jó az atmoszféra, jók az illatok, kedvesek az emberek, nagyjából kockázatmentes az ottlét. Én most egy pékségbe hívlak titeket. Ez nem olyan pékség, mint a sok-sok márka a sarkon és a bevásárlóközpontokban, hanem egy mágikus pékség. Ebben a pékségben egy láthatatlan, ízetlen, szagtalan, tömeg nélküli tésztából a legfinomabb süteményeket süti az ezer szemű és ezer kezű pék. Amikor ezek a nevek és formák kész vannak, akkor a létezés sütőjében szépen átmegy megfelelő időben és hőfokon az alagúton, és kihullik a létezésbe. Ezek lennénk mi. De mivel különböző töltelékeink vannak, túrós, diós, mákos, mandulás, áfonyás, szedres, kakaós, fahéjas, ezért mindig a töltelékre, a mi kis egyén tartalmunkra erre szeretünk koncentrálni. És kijelentjük, hogy én fahéjas vagyok. Nem, én kakaós vagyok. A mandulás az jobb, mint az epres. Az áfonyás az sötétebb, mint a tejszínes. És belemerülünk ezekbe az egyéni kis töltelékekbe, és nem látjuk meg, hogy a tésztánk az bizony közös. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a töltelékek elkezdenek harcolni egymással, és nem látjuk át a saját közös lényegünket. Itt még a pékmágus azt is elkövette, hogy még a töltelék is ugyanabból a lényegből van, csak annyira erős az illata, annyira más a színe, annyira különböző a hatása, az egyik fehérje, a másik gyümölcs, a harmadik csak fűszer, hogy ezt elfelejtettük. Elfelejtettük, hogy még az ízek, az illatok is ugyanabból a lényegből származnak. Lehet az egyik teljes kiörlésű, a másik rozsos, a harmadik tönkölyös, a negyedik régi bánkúti búza. De mégis ugyanabból a lényegből származik. És amikor a pék azt látja, hogy igen, túl sokat sütöttünk, túl sok jelenség van a világban, akkor ez azzal jár, hogy ezek a jelenségek elfelejtik önön lényegüket, közös lényegünket. Ekkor elkezdünk harcolni egymással. Ekkor azt hisszük, hogy a túrós az feljebb való, mint a mákos, vagy a diós az tovább él, mint az áfonyás. És belül kérlek, hogy nyiss egy ilyen mágikus pékséget, ahol ez a sütőallagút visszafelé is működik. Ne nyúlj a külső jelenségekhez. Nézd magadba. És ez a sok-sok minden, ami az elmédnek a tartalma, az elindulhat visszafelé a sütőalagúton, és visszaalakulhat azzá a lényeggé, ahonnan az vétetett. Visszaalakulhat azzá a nem névvé és nem formává, azzá a szaktalan, ízetlen, keletkezés és megszűnés nélküli
kérdőjellé, ahonnan az vétetett. Miért kérdőjel ez? Mert ez nem valami és nem semmi. Nem csak valaki vagy mindenki. Ez az, ami gondolkodás előtti, ahonnan minden származik és ahová minden visszatér. A zen nem más, mint ennek a lényegnek a közvetlen tapasztalása. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Az összes tésztaféle és az összes töltelék visszaalakult azzá a liszt előtti, gabona előtti lényeggé, amiből az kinőtt, megtermett, amiből az ezer szemű és ezer kezű mágikus pék ezt összegyúrta, és a mi létezésünkbe mi kisütöttük. Mindenki ebben a pékségben inas. Csak nagyon kevesen vállaljuk el azt a felelősséget, hogy belássuk teremtő mi voltunkat, kevesen leszünk pékek. Az inasság úgy tűnik, hogy könnyebb. Akkor rá lehet mutatni az ellátási lánc hibáira. És akkor panaszkodsz, hogy a létezésed milyen. És keresed a főpéket, akinek tényleg sok ezer szeme és sok ezer keze van. De nem találjuk. Mert kiderül, hogy mindenki a saját pékműhelyében pék. De megrekedünk az inasságnál, megrekedünk a vásárlónál, megrekedünk annál, akinek most hiszed magad. Nézd végig az eddigi életszakaszaidon. A legkedvesebb és legkellemesebb az, amikor a válságaidat végignézed. Mert akkor kellett valami egyéb süteményé válnod a sok-sok sületlenség után, mint ami akkor voltál. Aztán kiderül egy pár év múlva, hogy megint valahol éretlen vagy, sok a sületlenség, és akkor megint a válság tüzében egy újabb sütemény sül ki belőled, egy újabb énség, egy újabb személyiség előjön. Az igazi kérdés tehát az, hogy tudunk-e másra hallgatni, mint a kényszer. Tudunk-e másból tanulni, mint a szenvedés? Ki tudjuk-e magunkat sütni a bölcsesség és együttérzés lassú tüzén, vagy pedig a nagyon gyors válság kőkemény izzása kell? Azok a lángok, amelyben el is tudunk hamvadni. És mint a főnix madár az oltár hamvaiból újra születni. A kérdés az, hogy mekkora hő kell ahhoz, hogy te kisülj? Ekkora felelősség kell ahhoz, hogy elvállald az ezer szemű és ezer kezű pék tényleges szerepét. Vannak olyan emberek, akik ezen a földön csak teremtőként tudnak viselkedni. Ezek azok a szuperegók, akiknek nem lehet ellentmondani, ahol nincs alternatív, ahol ők már tökéletesek, hibátlanok, tévedhetetlenek, és a teremtőségüket ugyan már senki ne kérdőjelezze meg. És akkor egyszer csak odajön egy kisgyerek, totyog, de már beszél, és megkérdezi, te ki vagy? És semmit nem tud róla. Semmit nem tud ennek az embernek az önképéről, a nagyságáról, az imidzséről. És ez az ember rájön, hogy ennek a gyereknek semmi érdemlegeset nem tud mondani magáról. És ha nem szereti, az a gyerek úgy elmegy onnan egy pillanat alatt, mintha ez a nagy ember ott se lett volna. Na most találd meg ezt a gyermeket belül. Ez az a gyermek, ami mindent érez, aki mindent lát, mindent tapasztal, de a felnőtt személyiséged az érdektelen. Ez a gyermek a Buddha természetednek a nagykövete. Ez a lényegednek a mosolygó hírnöke. És ezért mondhatta a legnagyobb nyugati tanítónk, a teljesen megvilágosodott, hogy bizony mondom néktek, hogyha nem lesztek gyermekek újra, nem érhetitek el a mennyek országát. És itt a zen területén a mennyország bizony névvel bír, nem a végső állapot, de inkább a nem kettősség állapota. Ez szanszkritul a tusita mennyország, ez itt Szegeden nagyon fontos. Máshol is, de a Buddha esetében ez akkor került előtérbe, amikor elérte a felébredést, a nem kettősség tapasztalatát,
És ebben ő el tudott időzni, meg tudott maradni a teremtő szerepében, önkép nélkül. Ha már legyőzte a kapzsiságot, a haragot, az érzékszervek hívását, az önkép kísértését, akkor ő tényleg teremtő pozícióba került. De ezáltal belátta a saját teremtettségét is. Mások teremtettségét is. Tehát a feladatunk az, hogy a teremtő és teremtett mi voltunkat egyszerre belássuk. Ez a Buddha esetében úgy történt meg, hogy észrevette, hogy az emberek nem értik, amit mond. Nem, hogy tökéletesnek nem látta magát, hanem azt látta, hogy amit elért, az annyira egyszerű és annyira tiszta, hogy az emberek elméjén túlzuhan. Nincs mit rajta fogni, nincs mit rajta érteni, nincs mit tudni. Látni kéne, ami a vidya, véda, videó, vidére eredeti jelentés. Ez a látás. Tehát a védák, amennyire könyvek a legtöbb ember számára, pontosan annyira nem könyv alakban léteztek több évezreden át. Aztán egyszer csak leírták, mert látták, hogy egyre silányabb az emberi elme, és egyre jobban elvész a tudás. Az a tudás, amely valami mást vagy többet szolgált, mint önmaga. Az a gondolkodás, amely a gondolkodás meghaladására való. És amikor a Buddha a teremtettséget és a teremtőséget egyszerre belátta, akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, én ezt nem akarom tanítani. Ő nem akart pék lenni egy univerzális pékségben. Mindenkire rábízta, hogy olyan süteményt süssön, amilyet akar. De akkor a legfensőbb Tushita mennyországból a mítosz szerint Brahma, a nagyfőnök, a legnagyobb teremtő istenség leszállt, és azt mondta, hogy magasztos, kérjük, forgasd meg a dharma kerekét, és nyilatkoztasd ki a tant, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. És itt kerülsz te előtérbe. Itt leszel fontos. Nem az a fontos, hogy te kinek hiszed magad, az már tegnap sem volt igaz. Ma sem az, mert ami holnap leszel, az még nem jelent meg. Az a fontos, hogy látod-e ezeknek az önképeknek a változását egy olyan nézőpontból, amely ha letisztul, akkor az önvaló nézőpontjává válik. A teljes értékű látássá válik. A tiszta tükörszerű, térszerű tudat megnyilvánulásává válik. Ez minden olyan minőség forrása, amit szeretnénk. Ez az a láthatatlan liszt, amiből helyes süteményt tudunk sütni, amely mindegyikünknek jó. És hogyha a mandulás változatot kéred, azt kapod. De a lényege ugyanaz. Ha az epreskel, vagy a szedres, vagy a kakaós, vagy a túrós, netán a vaníliás, az is a tiéd lesz. De a nyersanyag ugyanaz. A megnyilvánulás más. Ha idáig el tudnánk jutni, akkor a tapasztalat szintjén meg lenne a lényeg. Honnan tudod, hogy ez megvan? Onnan, hogy tisztán látsz. Tisztán látod az igazságot. És hogyha az igazság megvan, akkor az együttműködés is, a helyes cselekvés is megvan. Úgyhogy a Buddha pontosan azért kezdte a legelején, mert látta, hogy a lényeget nem értik. Tehát az emberek nagyon-nagyon töredék százaléka fogja fel a tapasztalat szintjén azt, amit később az Avatamsaka szútrában a Buddha így mondott, ha meg akarod látni a világegyetem természetét, akkor tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez az egy mondat már az éntelenség lényege, a függő keletkezés lényege, az egymásra utaltság meglátása. De ez volt az, amit az öt aszkétatársa egyáltalán nem értett, hiszen ők lemondásban, önkínzásban, az istenek előtt való kegyek elnyerésében ebben utaztak. És az a Buddha, aki akkor még csak Gótama remete volt, az a megvilágosodott ember az nem azt akarta, hogy őt tiszteljék, csodálják vagy elismerjék. Úgyhogy felkérést kapott, hogy tanítson, hiszen vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. És itt dönthetsz. Mennyi port szeretnél a szemedbe rakni? Mennyire hiszed el a saját ítéletalkotásodat?
Mennyire gondolod azt, hogy csak neked van igazad? Mennyire gondolod azt, hogy neked itt ezen a földön jár valami, alanyi jogon? Megfigyelted, hogy csak azok a jogok élnek, amiket megadunk egymásnak? Egyébként nincsenek. Csak azok az élmények léteznek, amelyben egymást részesítjük. Más élményünk nincs. A természet ad egy élményt, a társadalom ad egy élményt, a család, a párkapcsolat, mindenki ad egy élményt, de ezen kívül tapasztalás nincs. Nagyon világos, hogy amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, beszélsz és teszel, az mind a tied. De ezt egymásnak adjuk. No, milyen minőségben adjuk egymásnak? Hát itt a péknek a tudása és a tapasztalata nagyon sokat számít, hogy ne legyen pimpós a kenyér, ne legyen nyers az a sütemény, ne legyen savanyú az a töltelék, csak akkor, hogyha nagyon nagy a C-vitamin tartalma, ugye? Tehát egyébként a dolgunk rendkívül egyszerű. Ezt az egyszerűt és tisztát kellene megtalálni, és hidd el, hogy ehhez nem a túl sok gondolkodás vezet. Pont a duális gondolkodástól, vagy éppen a fogalmi gondolkodástól való tartózkodás vezet el egy olyan állapotba, ami az alapja mindennek. Ha itt le tudsz mondani a vekniről, a sütiről, a tekercsről, a buktáról, akkor érsz el a lényeghez. Nem ragaszkodsz a jelenséghez, hanem azonosulsz vele, akkor végre visszaérsz abba a hátsó raktárba, ahol jelöletlen zsákban ott van minden. Egy mi voltban, egy lényegben. És innentől kezdve, ha ezt tapasztaltuk, akkor van megkülönböztető bölcsesség, de ítéletalkotás az nincs. Tényleges együttérzés mutatkozik, nem csak az érzelmeink hangoztatása, vagy az az akarat, hogy engem úgy fogadjanak el, ahogy vagyok. Ez a gyermeknek a jogos kívánsága. És a gyermek egy nagyon pici egoitással születik. Az már ott van, amikor akkorát rúg a hasfalba, hogy az hihetetlen. Akkor neki már véleménye van. Azon nyomban, le is kommunikálja. És ahogy megszületik, és egyre fejlettebb, egyre jobban artikulálja azt a személyiséget, aki ő. És elkerülhetetlenül egókérget növeszt rá. Elkerülhetetlenül ellentétbe kerül a szüleivel, a testvéreivel, a környezetével, a társadalmával. És az ellentéteknek, a konfliktusoknak a kisülései, ezek szegélyezik az útját. A te utadat is ez szegélyezi. Az igazi kérdése az, hogy mennyire tudod a traumáidat elismerni, mennyire nem panaszkodsz, mennyire nem a környezetedet hibáztatod azért, mert olyan dolgok történtek veled, amilyenek. Abban a pillanatban, hogy a traumáidat, a véletlennek tűnő baleseteket, a szerencsétlenségeket már te a saját teremtményeidnek tekinted, látod a részeidet, látod a részedet bennük, akkor megszűntél pusztán csak teremtetnek lenni. A másik hiba az, hogy csak teremtetnek, csak áldozatnak, csak egy ilyen tehetetlen karma gyűjteménynek látod magadat, felcímkézed a személyiségedet, és azt mondod, hogy én csak ez vagyok. Ez ugyanolyan hiba, ugyanolyan abszolút énség tételezése, mint a puszta teremtő státuszhoz való eléggé narcisztikus ragaszkodás. Rendkívül érdekes képződmény az ember, mert az öröklét vágyából és a múlandóságból van összerakva. A tökéletesség vágyából és a folyamatos hibázásból és javításból van összerakva. A szabadság kitörölhetetlen élményével, vágyával vagyunk megáldva, és folyamatosan észrevesszük a függő viszonyainkat. És ez azért érdekes, mert hogyha ezek a paradoxonok nem lennének bennünk, akkor nem tudnánk igazi önvalónkat tapasztalni. Ha megjósolható lenne a világ, hogyha logikus keretbe, definícióba rakható lenne az ember, akkor nem kellenének a paradoxonok, amelyek az ellentmondásokat egymás mellé rendelik, de nem békítik ki.
Mi a baj azzal, hogy az ellentmondásokat te túlságosan kibékíted? Kimegy az energia belőlük? Mi van, hogyha túlságosan felturbózod, az ellentmondások, a polaritások elégetik egymást? Nézd meg egy jól működő párkapcsolatot, kellő hő és energia van benne, de ha túl sok, akkor állandóan üvöltözés van, állandóan szeretkezés van, állandóan cselekvés van, állandóan valami tűz van, és ez el tudja égetni a benne jelenlévőket. Néha még a környezetüket is. Nézd meg egy túl tökéletesnek mondott párkapcsolatot, minden a legnagyobb rendben. Minden a tökéletes nyugalom felé halad. Már annyira értjük szavak nélkül is egymást, hogy nem is szólunk egymáshoz. Még csak nem is beszélünk el egymás mellett, mert nem is kell egy térben lennünk. Megy az anélkül is. És akkor annyira ki tud hűlni, hogy egy gyönyörű, szintén tökéletesnek mondott napon így ránéznek egymásra, melyet már nem tettek meg nagyon régen, és megkérdezik, hogy ugyan már mi közünk van egymáshoz. Kihűlt az egész. Nincs tüzelőanyag. Tehát túl nagy tűz, túl sok robbanás, az sem jó. Nincs tűz, nincs hajtóanyag, nincs akarat, nincs polaritás, az sem jó. Ez kultúránként változik, hogy mennyi kell. Az olasz konyha az olasz konyha, tudjuk, és egy nagyon kiegyensúlyozott angol szász viselkedés valahol Dél-Angliában, az pedig tizedes pontra le van bontva, hogy ki, kicsoda, ki mennyi fontot hoz haza, ki mennyire fontos, stb. Stb. De benned, magadban, hogy minősíted és menedzseled ezeket az ellentéteket? Elítéled magadat, mert az vagy aki? Elítélsz másokat, mert ők azok, akik? Hogy megy ez benned? Visszatudsz-e jutni az ellentétek elé úgy, hogy közben az ellentétek létét elfogadod, mert alakítod? Tehát tudsz-e egyszerre teremtő és teremtett lenni? Még tovább, el tudod-e fogadni mások teremtő és teremtett mi voltát? De ezek a kérdések azok, amelyek egy családi ebéden elkerülhetetlenül valamilyen formában az asztalra kerülnek, lehetőleg desszert után, konyhakések nélkül. Tehát úgy oldjuk meg ezeket a problémákat, hogy ne újabbakat teremtsünk helyettük, hogy egy metamorfózissal a régi problémák még keményebben, még rosszabb alakban jelenjenek meg újra. Ezért van óriási felelősségünk a látással, hogy annak a péknek tényleg ezer szeme legyen, és ha kell, megállítsa mind az ezer kezét, hogy most nem sütünk semmit. Nincs rá szükség. Túl lennénk magunkat. Túladagolnánk a karmánkat. Magunknak és másoknak egyaránt. Tehát a nem mozduló, a nem cselekvő, a nem kettősség, a nem megnyilvánuló, a nem keletkező, ez mind egy minőség. Ha ezt eléred, akkor pontosan annyi és olyan sütit sütsz, amennyire szükség van. Amilyenre szükség van, mert a legfontosabb mozzanat ebben, hogy nem magadért teszed mindezt. Nem csak magadat látod, nem magadért gyakorolsz. Ezért szoktam mosolyogni az önmegvalósításon. Valósítsd meg, meddig? Az az ön, az meddig valós? Vagy kell egy újabb, egy hét múlva? Inkább fogalmazzunk úton járásban. Fogalmazzunk úgy, hogy közösen milyen célokat szeretnénk elérni, mennyire tudjuk a lélek kategórikus imperatívuszát felismerni. Mert az, hogy egy Immanuel az ezt megfogalmazta, az gyönyörű. A német filozófia nem rossz, de nem teljes a szó transzcendens értelmében. Miért? Ha megnézed, nem csak a német, az összes európai filozófiának irányzatra, emberre lebontva egy picit más test, lélek és szellem fogalma van. Nem nagyon mutatkozik egy olyan paradigma, ahol mindenki egyetért azzal, hogy az ember az kicsoda, micsoda. És ezekkel a külön, picuri emberképekkel kell dolgoznunk az elmúlt 2000 évben. Akármilyen tudományterület, vallás, művészet, történelem és egyéb szemüvegén keresztül nézed, az emberkép enyhén szólva homályos. A kontúrok nem világosak. És hogyha ezek nem világosak, akkor a kapcsolataink sem világosak, mert valójában nem tudjuk, hogy kik vagyunk,
Csak állandó bombázásban van részünk, hogy kiknek kéne lennünk. Először fel kéne ismernünk azt, hogy valójában mi van a hátizsákban, mit hoztunk ide le, kik vagyunk alapkiépítésben. Ha ez megvan, akkor tudod elfogadni a másik embernek a kilétét. Előtte nem. Előtte üvöltözés van, sírás van, ökölharc van, mert nem vagy elégedett, nem vagy a pillanatban, nem látsz tisztán. Úgyhogy az enygyakorlat rendkívül egyszerű, pont ezt az egyévállást tanítja, amiről az elmúlt fél órában annyi oldalról beszéltem. Sőt, túlbeszéltem. Ezért ti jöttök. Kinek van kérdése? Amióta zen gyakorlónak vallod magadat, azóta te minden nap ülő meditálsz? Nem. Én egy lusta zen gyakorlónak vallom magamat, és ezért néha ülve, néha fekve, néha járva. Milyen egyedik? Azt is elfelejtettem. Állva, azt is szoktam. Ülve, állva, járva, fekve. Sőt, beszédben, csendben, mozgásban és mozdulatlanságban. Így szeretek meditálni, de egyébként a formális gyakorlatot is szeretem. Soha nem érünk a végére. Még annyit kérdeznék tőled így, hogy ezen kérdésre adott válasz mennyire segíti a te gyakorlatodat? Én magam részéről azt érzem, hogy egy ilyen törekvés van bennem, és törekszem arra, hogy folyamatosan jelen legyek, de néha annyira besűrűsödnek a dolgaim, hogy nem mindig jön össze az ülő meditáció. Aha, tehát alibit kerestél. Értelek. Ez alibi? Persze. Hát, hogyha én nem meditálok mindig ülve, akkor neked se kell. Nincs alibi. Tudod miért? Mert az élet alól nincs felmentés. Igen, tornából van, katonasságnál volt E-kategória, E mint alkalmatlan, ugye? Tehát, de életből nincs felmentés, az életet azt ritmizálni kell, harmonizálni kell annyira, hogy tud élni. Na, az ülő meditáció nagyon nagy segítség. Én ezt nem mulasztanám el. Egy tök nyugodt dolog. Látszólag. Aztán belül elindul a bobszánkó, meg a hullámvasút, és mint tudjuk, rajta nincs fék. Úgyhogy meditálj, ami micsoda a látás. Egy hatalmas nagy jógi mondta, a kivezető út befelé vezet. Tessék az egyévállást átélni a látás által. Miért? Mert különben még mindig azt hisszük, hogy ránk valamilyen más törvény vonatkozik, mint a másik emberre, hogy a látható és láthatatlan része a világnak más törvényt követ. Van az egyik, meg van a másik. Nem kérem, ugyanazt a törvényt követi mindenki, ha tetszik, ha nem, ha szereti, ha nem. Ez a dharma törvénye, az ok és okozat törvénye. Ha ezt fölismerjük, egyé tudunk válni vele, bele tudunk simulni, és helyesen tudjuk használni. De ha nem, akkor mindig az ideavilágban, a saját kis egyéni jogfilozófiánkban, jogalkotásunkban veszünk el, és a bukta az mindig is a jogalkalmazásban lesz, amikor kiderül, hogy a jogfilozófia az teljesen helytelen, a jogalkotás eltorzult, és a jogalkalmazás tragikus. Miért? Mert csak szenvedés lesz belőle. De ezt nem így kéne. Úgyhogy meditáljunk minden pillanatban, ha formálisan, akkor úgy, ha informálisan, akkor úgy, mert az a szerencsés állapot áll fönt mindegyikünk esetében, hogy emberi testben vagyunk. A lélek és a test kapcsolata nagyrészt folyamatos. Ez az élet. Amíg a test és a lélek együtt van, az érzékszervek működnek, az elme működik, a lélek kapcsolódik a testhez ezer szálon, addig vagyunk életben. Minél távolabb van a test a lélektől, annál kevésbé vagyunk életben, és amikor egyszer elvágódik a szál, akkor meghaltunk. Tehát van, aki az absztrakciók poklában van, aki csak elaludt, de egyik se éber. Úgyhogy a meditáció nem más, mint a felébredés. Tehát ez már tudjátok, nem egy ilyen relaxációs technika, amitől így nagyon jól fogod érezni magad. Igen, a jó érzés egy idő után, mint melléktermék ott lesz, de a zen az nem egy ilyen ígérgetős vagy megfélemlítős műfaj, ez egy felnőtt műfaj. Vagy ha nem, akkor egy felnőtté tevő gyakorlat.
Hát a meditáció azt jelenti, hogy mersz látni, mersz változni, mersz felébredni és segíteni. Így már jobb, ugye nem kell mindig ülni. De ha elveszíted az ébességedet, akkor nem én ütlek meg, a világ. 1000 pofont kapsz csak azért, mert rosszul tartottad az arcodat. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Hogyan tudom abba hagyni az önszabotást? Az életem bizonyos részeit úgy érzem, hogy egyensúlyban vannak, viszont a párkapcsolat terén olyan, mintha saját magam útjában állnék. Ki kell venni a facipőt a gépből? Ezt nem értem. Elmondom. Franciául a facipő a sabot. Úgy írták, hogy S-A-B-O-T. És a 18. században, amikor a gépesített manufaktúrák, a gyárak előhírnökeként elkezdték elvenni az emberek munkáját, akkor a francia munkások a facipőket bedobták a gépbe, hogy azok elromoljanak. Ez volt a szabotás. Tehát légy szíves, vedd ki a facipőt a gépből. Tehát az életed az működne valahogy, ha hagynád. A párkapcsolat működne valahogy, ha hagynád. De nem hagyod, mert te akarsz fontosnak lenni. És az én fontosságom, az én munkám az azt jelenti, hogy bedobom a facipőt a gépbe, hogy romoljon el. Tehát az önszabotás azt jelenti, hogy te egy más életforma, egy kompromisszum, egy boldogság, egy változás elől te úgy menekülsz, bedobsz mindent abba a gépbe, csak nehogy működjön. Úgyhogy lásd meg, hogy hol van a facipő. Mi az, amit beledobsz az egyébként jól működő gép, hogy törjön össze. És akkor a második feladat, hogy bűntudat és hibáztatás nélkül tessék kivenni a facipőt. Azt mondod, hogy ez már nem én vagyok, én már így nem beszélek, én már így nem cselekszem, én már így nem gondolkodom, én már így nem szeretnék érzelmet táplálni. Ez volt az én facipőm, amit most beteszek a kandallóba és elégetünk. Úgyhogy a karmának nincs öntermészete, de a saját tudatunk teremti. És hogyha ellobbantjuk ezt a tudatot, akkor a karmánk is ellobban. Ezért be kell helyeznünk ezt a kandallóba, és meggyújtani azt a tüzet, amitől ez újra energiává válik. A jelenségből ismét lényeg lesz. A látás fényével kezdődik, a cselekvés szikrájával folytatódik, és az erőfeszítés folyamatos parazsán a karmád elég. Az erőfeszítés az, hogy te tiszta tudattal maradj, és ne engedd, hogy az elméd vagy mások elméjének bármilyen duális tartalma téged beszennyezzen. Átváltoztasson valakivé, akivé te már nem szeretnél lenni. És itt van az önszabotásnak a lényege, hogy ezt nem ismerjük fel. Nem szabályozzuk. Belül, irányvétel nélkül hagyjuk, hogy olyanná váljunk, akikké nem szeretnénk lenni. Ez a nulladik típusú önszabotás. Ez még az alany, az identitás szintjén teljesen ellehetetlenít minket. Aztán a kapcsolat, a cselekvés, a munka, az összes többi ebből fakad. Tehát az alapfacipő, az az egoitásod, amiről úgy gondolod, hogy az változtathatatlan, hogy csak ilyen lehetsz. Hogy nem lehetsz egy jobb verziója önmagadnak, nem lehetsz egy harmonikusabb, kompromisszumkészebb, iránytartóbb, határozottabb, együttérzőbb és bölcsebb verziója önmagadnak. Hát ezt a facipőt tessék gyorsan betenni az éberség tüzébe és elégetni. És akkor megszűnik az önszabotás. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ki szabad-e azt mondani, hogy rendben van? Ki szabad mondani, de azt is meg kell látni, amikor már nincs rendben. És akkor azt is ki kell mondani. Igen. Ez így rendben van? Igen. Örülök. Rendben van. Ez könnyű volt. Akkor jó. Tehát akkor ki szabad mondani, hogy rendben van az élet? Óvatosan. Tehát az általános érvényű válaszoktól ments meg, Uram, minket, ezért kell rögtön utána tenni, hogy ameddig rendben van, azt mondjad. Amikor már nincs rendben, azt mondjad, de a legjobb, hogyha teszünk valamit, amit ő rendben lesz.
Én úgy gondolom, hogy az is rendben van, ha jó dolgok történnek, az is rendben van, ha nem jó dolgok történnek. Most elszomorítottál. Amikor általános jóra és rosszra bontod, az már nem jó. Akkor én már nem tudok segíteni. Vissza kell jönni az általánosságok gőzeiből és ködjeiből ide. Ez a bot, ez jó vagy rossz? Egyik se. Á, dehogy. Ha megüt, akkor rossz. Ha megvéd, akkor jó. De eredetileg ez nem jó vagy rossz. Ahogy működteted, ahogy használod, azt teszi valami vé. Hát azért vannak nagyon komoly hentes karmájúak a hallgatóságban. Nem mindegy, hogy a késsel a disznóhúst vágod el, vagy pedig a saját ujjadat. Jó, tehát nem jó vagy rossz a világ, vagy te. Attól függ, hogy működsz és működtetsz. Ez dönti el, hogy szenvedés lesz belőle, vagy boldogság lesz belőle. De jelenségek önmagukban üresség természetűek. Tehát a világ az nem káosz vagy kozmosz. Ha rendet teremtesz, akkor kozmosz. Ha rendetlenséget, akkor káosz. Na, így használd azt, hogy rendben van, vagy nincs rendben. Jó? Helyes. Köszönöm. Gyerekekkel kapcsolatban kérdeznék a duális gondolkodás kapcsán. Hanyadik hónapban vagy? Hatodik, hetedik, harmadik babám, úgyhogy nem annyira követem, most lépek át a harmadik trimeszterbe. Szóval van egy 5 éves és egy 7 éves kislányom, és tehát az lenne a kérdésem a nevelés kapcsán, hogy hogy tudjuk megtanítani, vagy rávezetni őket arra, hogy tehát, hogy ne a jót vagy a rosszat lássák az én szememmel, hanem az ő szemükkel lássák azt, vagy tapasztalat útján viszont, hogy a határokat, hogy tudjuk megszabni nekik. Korai. Hát az elején le kell rakni a jót és a rosszat bennük. Tehát nagyon világos megkülönböztetésekkel, nagyon világos határokkal, ha kell szigorral, megmondod, hogy mi a jó és a rossz. Ez a szülő feladata. A duális világ, a feldolgozatlan belső karma, mindezt rendben kell tartani. És le kell rakni, nem lehet filozofálni egy 5-7 éves gyerekkel, hogy tudod, édes fiam, kedves lányom, a karma relatív. És hát nézd, most szeret vagy nem szeret, tudod? Ez az egyetlen, ami számít. Szeret, nem szeret. Tehát nem lehet a karma relativitásáról még a 15-17 évesnek sem mondani túl sokat. Én azt gondolom, hogy lehet látni azt, hogy a gyereknek mire van szüksége, csak a felnőtt ideákat, azokat kéne egy kicsikét elfelejteni. A gyerek pontosan kommunikálja, hogy mi kell neki, mire van szüksége. És hogyha megadod neki, akkor később hálás lesz, mert felnőtté nevelted, és elindítottad az úton. Segítettél neki fölébredni. Tehát nagyon sokszor a gyerek tudata nagyon tiszta, de nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem látja saját magát, de rendkívül tiszta. És ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz helyes indításra van szükség. És nagyon világos, duális kategória, hogy kárt okozol, rossz. Boldoggá teszed, jó. Évekig. Megtanulod a leckét, jó. Megbuktál, rossz. Ezek nélkül nincs nevelés. Egyszerűen, tisztán, világosan. Hogyha mondjuk egy fegyver elsütéséhez és a golyó célba éréséhez hasonlítod ezt, akkor a -1 és 17 év közötti időszak az a puska csöve. Az elsütés az, amikor megszületett. És akkor itt szépen elindul a nevelés folyamata, húzagol, gyönyörű ballisztikus pálya kialakul, és amikor a csőszájféket elhagyta, akkor nagykorú. És a további részét az életének teljesen önálló pályán éli. Világos, hogy ez fokozatos, csak itt is a határokat kell láttatni. És ahogy növekszik, ahogy érik, úgy kell válaszolni a kérdéseire, és segíteni, hogy kinyissa a szemét, nem nyitott ki helyette, de segíted, hogy kinyissa. És
igen, le kell rakni a duális világnak a sarokköveit, hogy milyen ember légy. Ezt oda kell tenni. És ehhez képest majd járja az útját. De ezt a szülő nem adja meg, a gyereknek nem lesz hitrendszere, értékrendje, életrendje, egy olyasféle ilyen ködben, egy azt mondom, álságosan könnyű relativizmusban nő föl, ahol nem találja önmagát, nem találja az útját. Ez nem azt jelenti, hogy be kell szorítani világnézetekbe, hanem azt jelenti, hogy az életrendet, az okozatiságot, az önmagunk működését, azt világosan, határozottan, együttérzően meg kell tanítani. Nem kell félni attól, hogy a szülő, és a gyerek, a gyerek. Nagyon gyakran azt hallott, hogy jaj, hát akkor mit tanít nekem a gyerek? Ez nagyon fontos. Ez egy óriási szülői élmény tud lenni, amikor a gyerek tanít valamit, úgyhogy nem tudja, hogy tanít. De azért a szülői felelősségbe nagyon beletartozik az, hogy a szülő, és a szülő meg azt tanítja a gyereknek, amit ő neki meg kell tanulni. Tehát ez oda-vissza megy, a szülő szülői módon tanít, a gyerek gyermeki módon tanít, a kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Tehát amikor a szülő így szerepjáték szintjén átmegy egy másik gyermekbe, az a tényleges gyermekben a legnagyobb bizonytalanságot kelti. Elképesztő szereptévesztések vannak, csak azért, mert a szülő kedves akar lenni. Vagy ilyet hallottam, hogy persze nevelő apa, de akkor is a barátja akar lenni a gyerekeknek. Kedves vérszerint és nevelő szülők, a gyerek nem a barátod, a gyerek az az édes vagy nevelt gyereked. Tessék szíves ezt tudomásul venni, és szülő módon viselkedni. És akkor előbb-utóbb rendben van. Ameddig rendben van. Aztán igazítunk, jó? Lát még egy nagyon rövid kérdésem. Lehet. A közepet hogy tudom megtartani legkönnyebben? Mert ugye van az, köldökre hogyha ki... kell koncentrálni. Nem vicc. A közép az ott van a köldöködnél. Oda, ott nő. Hát a Tantien az egy nagyon érdekes hely, mert energetikailag ez a legstabilabb bennünk. Tehát bármiféle stressz, bizonytalanság, szédülés, hány inger, egyéb van. Tessék szíves visszajönni köldök alá két unnyival, fókuszálj, lélegezz. Teljesen autonóm és önjáró dolog. A szép az, hogy semmilyen tudattartalma nincs, nem tudod elrontani. Egyszerűen figyelni kell, lélegezni kell, jelen kell lenni, testet, lelket a pillanatban ismét összekapcsolni. Tantienből fölfelé mentális differenciálódás, érzelmek, gondolatok, beszéd, stb. Érzékszervi hatások. Tantienből lefelé pedig a nemzetszaporítás keserves munkája. Miért? Mert fogyunk. Nézd meg, hát fogyunk. Nagy munka. Mostanában egyre többen gondolják át, hogy hát, régen nem volt hát. Élni kellett. Úgyhogy vannak még olyan családok ugye a föld másik területein, hogy 4 generáció több, mint 60 ember. Bizony, egy nagy klán az egész. És ott áll a 4. generáció, egy ősapa. Igaz, hogy ott azért kellett egy kis termékenység és kulturális meghatározottság, de sikerült. Úgyhogy itt a lehetőség. Jó? Köszönöm. Középen légy mindig. És hogyha középen vagy, megtartani. Akkor nincs kilengés a szélsőségekben. Itt. Napi szinten végzett leborulásokat, és meditálok is. Viszont sajnos még nem sikerült a végére jutnom az érzelmi karmáimnak, ami meggátol a harmonikus kapcsolódásban. Tehát szeretnél az érzelmi karmáid végére jutni. De akkor meghalsz, azt tudod? Szeretném tudatosan teremteni az érzelmi karmámat. Tehát az korábbi érzelmi karmáid és megszokottságok általi meghatározottságot szeretnéd levetni, így van? Így van, egész pontosan. Na, ez lehetséges. És minél inkább leborulsz, annál inkább ennek a birtokába jutsz. De a leborulás az egyik legintenzívebb gyakorlat a tekintetben, hogy a sok-sok már kicsikét megromlott sütimütit, hogy lehet lényeggé, azaz primordiális liszté alakítani újra, tehát a sok-sok formát újra ürességgé. Folytasd. És ehhez szeretnék egy mantrát kérni, ami ebben a... Kvanszen Bosal.
a legjobb mantra, főleg ilyen kemény embereknek. Ugyanis az együttérzés látszólag ilyen kis absztrakt, konkrét jelentés nélküli, szinte jelentéktelennek tűnő mantra, Ázsiában a legelterjedtebb. Tehát koreaiuk van, fölfogás, se, az a világ, az pedig a rezdülés, a hang. És japánul ugye kanzeon, kanzeon bosatsu, kínaiuk kwan shu yin posa, mint bosa, bodhisattva. Úgyhogy az ázsiai buddhizmus legtöbbet énekelt mantrája az a kwanseon bosa. Olyan energia van mögötte, hogy mint a neutrino nyaláb, mindenen átmegy. Mindenen. Eleinte nem veszed észre, hogy bármilyen hatása lenne. És énekled egy pár hétig, pár hónapig, és kiderül, hogy olyan oldások, olyan érzelmi változások, olyan leválasztódás, nem azonosulás, egyéválás, olyan tapasztalatok vannak ennek következtében, hogy kimondhatatlan. Tehát az elején, hidd el, valaki rákérdezett itt a zen gyakorlat elejére, én nem értettem, hogy miért kell ezt a mantrát énekelni, hogy semmi hatása nincs. Ó, egy kis kitartás mekkora változást hoz. Köszönöm. Ez a semmi a leginkább valami. Úgyhogy ha énekled a Kwanseon Bosa mantrát, te ne várjál külön ilyen tűzjátékot, meg hegyomlást, meg szökőárt, meg egyebeket, hanem legyen szíves figyelni arra, hogy milyen finoman kezded el az érzelmeket érzékelni, adni, venni, teremteni. És szerintem erre van szükséged. Köszönöm. Szívesen. Következő kérdés? Ha már itt az érzelmeknél vagyunk, akkor a harag megjelenése és az azután bekövetkező nagyon-nagyon sűrű gondolathalmaz, ami megjelenik. És ezt azt mondom, hogy az életem folyamán többször sikerült úgy megoldanom, hogy nem engedtem ki a világba, hanem így belül dolgoztam vele, és bent fogtam ezeket az érzelmeket és gondolatokat. Ezekkel mit tudok kezdeni, vagy mit kezdjek? Legyél mágikus pék, és legyél szíves visszavinni lisztalakba. Ugyanis a tehetetlenség pultja mögött van az egész. Tehát a harag, a dű, az agresszió, az mindig a tehetetlen energiából, a felhalmozott és ki nem nyilvánított energiából fakad. Tehát a legelső feladat ilyenkor az, hogy megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. Már leválasztottál róla, amikor érzed, hogy úgy jön föl az energiát, hogy mindjárt az összes agysejtedet elborítja tarkótól homlok lebenyig, és akkor bezárul az utolsó csavar, akkor terminátor leszel és legyilkolod. Tehát nagyon erős tehetetlenség, nagyon erős dű. Tehát a visszafordítása annak a kérdésnek, hogy ez honnan jön, meglátod a forrását, de pattan is vissza az akarat, hogy na, akkor most mit csináljak? És a kivezető kérdés az, hogy miben segíthetek. Mert hogyha tényleg átéled ezt a kettőt, hogy mi a forrása és utána mi az iránya, akkor nem fogsz rombolni sem magadat, elfojtás, sem másokat, kiélés. Az elfojtással és a kiéléssel van csak a probléma, mással nincs, de ezt a kettőt szoktuk inkább gyakorolni. A látás, leválasztódás, transformáció és helyes használat helyett. Pedig van kiút, csak középút, és az elég keskeny. Tehát a harag mindig tehetetlenségből jön, mindig az énség egyik nagyon feldolgozatlan formájából jön, a legprimitívebb, vagy éppen legősibb érzelem egyike túléléshez nagyon csatlakozik és kapcsolódik. És ezért kell a forrását és a célját meglátni. És akkor azt az elképesztő energiát, ami a dűben van, nem rombolásra, hanem mondjuk teremtésre vagy fenntartásra használod fel. Jó? Az elmúlt időszakban elég sokféle lehetőségem jött, és a megérzéseimre hallgatva elég sok mindenbe belevágtam. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mert szeretek a megérzéseimre hallgatni, hogy nem biztos, hogy csak ezekre kellene feltétlenül, hanem talán egy kicsit logikusabban is át kéne gondolnom a dolgokat. És ez az volna a kérdésem, hogy te mit gondolsz, hogy melyik a
legfontosabb, talán így tudom megkérdezni, az, hogy a megérzéseimre hallgassak, vagy inkább objektíven és logikusan gondoljam át a dolgokat? Vagy a kettő között van az igazság? Az a jó, hogy kérdeztél. Az viszont nagyon fájdalmas, hogy konkrétum az nem volt benne, és nem a titkaidat akarom tudni, hanem szeretnék érdemben válaszolni a kérdésedre. Egy valamit kijelentettél, hogy sok mindenbe belevágtál. A kérdésem az, hogy hány fejszéd van? Amennyit akarok? Vagy ez most konkrétat? Ja, konkrétat. Hát igazából gyakorlatilag a most szakmai irányból minden, ami érdekel, tehát most egész pontosan három különböző szakmai dologba vágtam bele, mert ezek mind érdekelnek, és szeretnék velük komolyabban foglalkozni. Azt szeretnéd, hogy én életvezetési tanácsadást folytassak itt. Erre én alkalmatlan vagyok. Én egy teljesen, hogy mondjam, szakmailag barbár zentanító vagyok. Az erről tudok neked beszélni, de azt, hogy te most mit csinálj, hány fejszével, hány dologba vágjál bele, fogalmam sincs. Onnan tudod egyébként lemérni, hogy mi a dolgod, hogy a figyelmedet mennyire tudod fönntartani ezeken a területeken. Aztán nézd meg az irányát, hogy ezek találkoznak-e valahol, vagy folyamatosan széttartanak. És aztán, hogyha a megérzéseidre szeretsz hallgatni, akkor jó, hogyha tiszta a tudatod, mert akkor a megérzéseid is tiszták, ha nem, akkor csak az elméd különböző szinten ilyen duális benyögéseket, vagy beszólásokat hallat az agykérgedben. Amilyen tiszta a tudat, olyan tiszta a megérzés. Köszönöm szépen. Szívesen. Erre a válaszra vártam igazából, csak egy megerősítést kaptam így ezáltal. Nem, most így. Nem, azt te vetted ki a válaszomból, nem akkor erősítettelek úgy. Meg semmiben. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Az ülő meditációban, amikor elkezdek meditálni, nagyon sokszor, tehát ilyen életemnek különböző dolgait vetíti az elmém. És nem tudom, hogy, tehát szoktam ezt a kérdést, a mihez kérdést használni, és nem tudom, hogy ez, tudom, hogy ez rossz kérdés, hogy jó vagy rossz, hanem hogy... Szegénykém. Tehát, hogy... Mit éltél magad fölött, megfigyelted? Nem, akkor rosszul átfogalmazom. Már megint. Annyira sajnálok. Az lehet, hogy önminősítés, lábjegyzet és egyéb tehertétel nélkül így egyenesen főteszed a kérdésedet. Hallgatlak. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen módja, hogy ezt, az, hogy az elmém elkezd így vetíteni képeket, hogy tényleg csak a meditációra tudjak, a légzésre koncentrálni, a mantrára. Tehát, hogy lehet ennek valamilyen... És ezt az elmét, ezt a kis ördögfiókát kikapcsolni, ugye? Hogy igen, ne kelljen vele igen. foglalkozni. Hát sajnos ez, amíg élsz, ez nem lesz lehetséges. Tehát amíg test van, agyvelő van, addig az elme az ott mozgolódik, viszont, hogyha le akarod állítani, még erősebben küzd a túlélésért. Hogyha pedig kivonod belőle egy picit az energiát, és leválasztódsz a gondolkodásról, és csak figyeled, és nem akarod sem erősíteni, sem gyengíteni, nem minősíted sem jónak, sem rossznak, akkor még egy óvatlan pillanatban saját magáról is elfeledkezik, leáll a fogalomalkotás művelete, megszűnik az ön és más minősítésének megkülönböztető művelete, aztán egyszer csak megszűnik visszamenni a múltba, vagy előre rongyolni egy hipotetikus jövőbe. Tehát ez mind az elmének egy alaptevékenysége. Miért? Az ember önmagának az eredeti nem létezését nagyon nehezen látja be. Ezért ragaszkodunk az elméhez. És emlékezzünk, amit a bevezetőben mondtam. Ennek a belátása kellene ahhoz, hogy tényleg teremtő pozícióba kerüljünk. És ezután a teremtettségünket el tudjuk fogadni, sőt, elég jól tudnánk menedzselni is. Tehát nehogy azt hidd, hogy az elméd az összes tevékenységével együtt nem relatív, nem keletkezik és nem szűnik meg. De az elmét az elme nem tudja kezelni. Ezért a meditáció. Ezért van szükség valamire, ami nem elme, nem tudás. Nem keletkező és megszűnő valami. És nem is a semmi. Tehát az abszolút valami és az abszolút semmi az nem létezik. Az elmének egy alkotása, bele is szoktunk feledkezni.
Az abszolút valaki az a kedvencem. Arról annyi könyvet írtak több ezer év alatt, több ízváltozatban, nincs ez a pékség, ahol ne lenne egy példány. Valahol mindig van. Sajnos hosszú távon ehetetlen. Eléggé megfekszi a gyomrunkat. Tehát az elmét az elme nem fogja megszelídíteni. Ezért nem lesz nyugtott soha, ezért nem tudod kikapcsolni, hogyha ezt szeretnéd. Te ne szeressél semmit, de a semmit azt ne szeresd. És amikor arról szól a történet, hogy itt a lélegzetedre koncentrálsz, a test és a lélek együttes tudatosságára koncentrálsz, amikor észreveszed végre, hogy az ég kék és a fű zöld, akkor kiderült, hogy már percek óta nem gondolkodsz, és ez milyen jó. De mihelyt ezt észreveszed, azon nyomban újra gondolkodtál. Ebben a pillanatban nem ítélsz magad fölött újra, hogy megint gondolkodtam, nem voltam jó zentanítvány, érted? Tehát ez a kezdőknek a hibája. Mindenki túljut rajta, te is. Amikor már x egyszerre próbálsz meditálni, és még mindig csak a saját mozifilmedet látod, össze akarod törni az összes széket a színházban, le akarod így rántani a vetítővásznat, holott fel kéne jutni kicsit a vetítőterembe, és leállítani a gépet. Vagy hagyni legalább, hogy a film kifusson belőle. Tehát az emberek mindig a vászonnal foglalkoznak, és mindig lövik vagy simogatják a vetítővásznat, attól függ, hogy mit látnak rajta. Nem. Ez csak az, hogy belevesztél a közönség szerepébe. Ott van egy rendezői szék, ami rajta van a neved. És hogyha azt megtalálod, akkor azon van egy olyan használati utasítás, hogy ez az egész hogy működik. És akkor pont el kéne fordulni a vetítővászontól, erről már azért Platón beszélt a saját kis barlang hasonlatával, és feljutni a vetítő szobába, ahol az üveg mögül a sok-sok filmtekercs rávetül a valóság vásznára. Ezt mind az elme gyártja. És hogyha helyesen meditálsz, akkor nem akarod össze-vissza dobálni a tekercseket, hanem megengeded, hogy az adott tekercs kifusson, az adott narratíva lejárjon, az adott önkép szertefoszoljék. Ekkor egy pillanatra megszabadulsz, és meglátod a vetítővásznon a fényt, nem a semmit, nem a valamit, a fényt. Na ez az, amit egyébként elhozhat egy helyesen végzett spirituális gyakorlat. Nem csak az en, más is, ahol bármiféle nem kettősség vagy advaita irányzat van. Hát ez a megszabadulás iránya, hiszen nincs tárgya az egésznek. Nincs egy olyan végcél, ami így naviban, GPS koordinátával be van jelölve, és te úgy érzed, hogy A városból B városba eljutsz. Ez is egy illúzió. Az út az, hogy mindig ide visszajutsz. Mindig ebbe a pillanatba visszajutsz. Mindig a gondolkodás elé térsz vissza. Egy olyan tudathoz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Az előző mozitermes, vetítőgépes hasonlatban ezt a fényt ne tessék egy ilyen fotonnyalápként elgondolni, és várod, hogy majd felvillan. Ezek melléktermékek, és a hasonlat szintjén működnek csak. Tehát jól figyelj, nem ígértem semmit, de nincs mitől félned. És innentől kezdve gyakorolhatsz, felnőtt módon. Jó? De ne az elmét az elmével, az nem jó. Gyere vissza az elme működése elé. Van elég tér rá, adjunk neki teret, és akkor minden oké. Jó? Szívesen. Egész gyerekkorom óta van ez a nagyon erős hitem, vagy paranoiám, inkább már azzal alakult, hogy tehát nem szeretnek. De nem szeretem saját magam, és hogy engem senki nem szeret. És ez már annyira erős lett, hogy ez az érzés, hogy belefáradtam. Tehát szó szerint azt érzem az elmúlt egy-két évben, hogy nagyon fáradt vagyok, mert olyan dolgokat, olyan gondolatokat kreálok magamnak, és olyat teremtek meg magam köré, olyan szituációkat és olyan embereket, hogy ez valóban igazzá válik. Ebből hogy lehet kikecmeregni, mert tényleg belefáradtam. Három nagyon fontos lépése van ennek. Az egyik az önminősítés leállítása, az, hogy te nem vagy képes szeretni, vagy téged nem képes szeretni senki, ez egy negatív önkép. És szándékosan ezzel kezdek, mert a másik kettő az már kifelé megy, de az első lépés mindig a legfontosabb. Tehát keleten nemhogy rendszert nem tanítottak,
Az első lépést tanították csak, de azt nagyon jól. Ha azt felfogtad, akkor utána abból következett a többi. Tehát az első lépés, és ez a saját magánügyed, hogy te nem minősíted magadat, hogy szerethető vagy, vagy sem. Meglátod azt a karmát, amit lehoztál a hátizsákban, ami a tudattalanodban, tudatosban ott van. És itt jön a második, tessék az anyasebet gyógyítani. Tehát, amit most mondasz, az anyaseb. Női vonal eszméletlen házi feladata. Akár nagymama, akár főjebb, teljesen mindegy, ez valahol a családi karmában ott van. És amíg ezt nem gyógyítod, addig ez újra fog termelődni belülről, és akkor megint visszaugrunk az első lépéshez, hogy én nem minősítsem magamat szerethetőnek vagy nem szerethetőnek, és akkor egyre nehezebb a feladat, egyre inkább egy ilyen rövid zárlat lesz. Ebből a harmadik biztos, hogy ki tud mozdítani a három lépésből, ez pedig felteszed a kérdést, hogy hogyan segíthetek. Szándékosan nem a szeretetre mész rá, mert ott vannak a traumák, és ott van a megoldatlanság. Egy olyan utat választasz, ahol a szeretet természetszerűen megjelenhet, ha jól csinálod, és ez pedig mások önzetlen segítése, és mások segítségének az elfogadása. Ez nagyon világos, szinte érzelemmentes, de nem az. Miért? A segítség, együttérzés, figyelem, szeretet négyese, ez a mi asztalunk. Úgyhogy ezt a hármat, három lépést gyakorold. Az önminősítés megszüntetése, az anyasebb gyógyítása, és mások önzetlen segítése és annak elfogadása, így újra fog gyulladni a kazán. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Hogyha nem teremtődött meg még ugye a holnapi énünk, akkor miért alakul ki bennünk a jövővel kapcsolatban annyi aggodalom? Önbizalom hiány. Ha van kellő önbizalmad, járhatod az utadat, akkor a jövő egész jó kirajzolódik. Tehát fogalmam sincs, hogy mi fog történni holnap az M5-ösön, én tudom, hogy hazaérünk. Úgyhogy, hogyha van önbizalmad, jövőképed, világképed, egy megfelelő együttműködésed a többi emberrel, akkor a jövőkép sem olyan rossz, főleg, hogyha nem nagyon lombfűrésszel rajzolod ki, hanem inkább irányként, világos, együtt, valaki mással vagy másokkal együtt elérendő célként rajzolod ki, az már egy kicsikét nagyobb önbizalomra ad okot. Jó? Egyéb kérdés? Azt vettem észre, hogy amit tagadok, vagy amitől el akarom távolítani magamat, az bevonzom valamilyen szinten. Tehát sokszor kerültem olyan helyzetbe, amiről úgy gondoltam, hogy hát ez nem én vagyok, ez nem az én utam, és most már egyre inkább óckodok attól, hogy bármit elvessek, vagy bármiről véleményt mondjak ilyen szinten. Mi a kérdésed? Voltak fiatalkoromban olyan kijelentéseim, hogy kórházban biztos, hogy nem dolgoznék, és már 18 évet dolgoztam, már ott hagytam, de bejönnek olyan dolgok, amit valamiért tagadok, és állandóan szembesülök vele. Gyönyörű. Köszönjük a példát. Mindenki így jár, mint te, aki abszolútnak gondolja a saját véleményét. Nem azt mondod, hogy bizonyos körülmények között dolgozó kórháza, más körülmények között nem, hanem azt, hogy én soha, semmilyen körülmények között. Na, fordul egyet a karmád, és egyszer csak olyan helyzetbe kezd, hogy csak kórházba dolgozhatsz, le is húzol x évet. Tehát ez a soha, semmilyen körülmények között én nem, na ezt ne hidd. Vagy az, hogy mindig, és bármi áron, ez a bármi áron, ez az én specialitásom volt nagyon sokáig, meg is fizettem az árát, meg kimondtam, hogy bármi áron, és akkor gyakorlatilag az élet-halál küszöbéig el tud menni az ember, ami ki nem mondja, hogy na ilyen áron már nem kell. De és
Legyél szíves relatív karmával dolgozni, nem pedig abszolút értékűnek szánt véleménnyel. Rossz befektetés az utóbbi. Az abszolút értékűnek szánt véleményre az univerzum úgy rácáfol, hogy az ember nem győz elég szerének, alázatosnak lenni, és lapos kúszásban ki akar menni az ok és okozat présgépe alól. Nem fog tudni. Tehát az ok és okozat működése az akkor is ott van, ha szereted, akkor is, ha nem szereted. Nincs olyan, hogy rossz időben, rossz helyen vagy. Te hoztál egy döntést, és oda jutottál. Na most, amikor az elméd tudatos működése és a tudattalanod térteremtő, karmateremtő működése ellentétes, akkor úgy tűnik, hogy te kimondasz valamit, és pont az ellenkezője történik. Hát az a jó hír, hogy a tudattalanod jó esetben 90-95%-a a személyiségednek, és a tudatos pedig 5, maximum 10. Nagyon-nagyon nagyvonalú vagyok, ha azt mondom, hogy 10, néha 5 alatt. És az 5 a saját ismeretének a birtokában, ami egy hatalmas nagy ilyen kötfelhő, ideafelhő, elvárásfelhő, félelemfelhő, ennek birtokában kimondja azt, hogy ő aztán... És akkor az univerzum, ami a tudattalanoddal így sokkal inkább kapcsolatban áll, egyszerűen csak azt mondja, hogy igen, akkor most megmutatom. És akkor egyszer csak az van, hogy én már csak... És hogy nyűszítünk, hogy kegyelem. Most ezt nem szeretném. Akkor nagyobb önismeretet kérek, nagyobb önzetlenséget kérek, több bölcsességet, együttérzést kérek, és akkor esetleg változtatsz a karmádon, és akkor nincs ez a nyüszögés, miután oroszlánként ordítottuk az ellenkezőjét pár hónappal vagy pár évvel azelőtt. Ugye, hogy ez ismerős? Tehát akkor ne mi legyünk azok, akik a passzát szelet fújják az egész univerzumnak. Ne mi akarjunk abszolút értékű tudást, azt véleményt közölni, mert olyan maflás lesz a következménye, hogy a fal adja a másikat. Úgyhogy egyébként mi büntetjük saját magunkat is, úgy elmondanám, de ezt te fedezd föl, nehogy azt itt, hogy én csináltam neked. Bizonyos dolgokba tudok erőfeszítést tenni, és például a nyelvtanulásban nem. Én szeretnék megtanulni németül, de nem megy, és hogy tudnál valami biztatót mondani nekem? Nein! 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 Hogy miért nem tudok erőfeszítést ebbe beletenni többet? Hogy... Valahol nem akarsz. Hogy miért nem akarsz, azt te tudod. Én emlékszem, hogy milyen elképesztő kulturális gátjaim voltak a német, az orosz és a szláv nyelvekkel úgy unblock kapcsolatban. És én voltam az, aki angolból ötös, és oroszból megbukott, majdnem. És az apám megkérdezte, hogy fiam, hogy van az, hogy az egyik ennyire megy, a másik pedig nem? Azt mondja, apa, az egyiket szeretem, a másikat nem. Ennyire egyszerű. És akkor végig bukja majdnem az ember, és utálja, és emlékszem, hogy ilyen nagy kegyesen a tanárnök adott egy kettest. Eltelik, hát olyan 20 év. Már zenszerzetes, már zentanító, már hazajön, és elhívtak Szentpétervárra tanítani. És ott azok a tanítványok olyan tisztelettel, olyan figyelemmel fogadtak, hogy nem lehetett nem szeretni őket. A nyelvükkel, a beszélt anyanyelvükkel együtt. És az összes függöny fölment, a legeldugottabb mondatok, amiket kényszerből megtanultam, minden előjött a tárháztudatból. Tehát valamit, valakit meg kell szeretned német nyelvterületen, és akkor a megkülönböztető, a hetedik tudatszint, az beengedi a német nyelvet, a hatodikat engedi fogalmazni, a nyolcadikat engedi emlékezni, és összeáll a nyelvtudás. Tehát nincs olyan, hogy nehéz vagy könnyű nyelv, szép vagy csúnya nyelv. Olyan van, hogy korábbi karmád van egy nyelvvel, és azon az alapon meg akarod tanulni, vagy sem. Ez is tudattalan. Tehát elképesztően nehéz nyelvek vannak, gondolod te. Igen, mert nem születtél bele. Hogyha te beleszületsz, akkor a legeldugottabb, legösszetettebb, legbonyolultabb, legritkább nyelvet is így megtalad. Miért? Mert anyatejjel együtt. Miért van ez, hogy a felnőtt ezt már nem tudja megcsinálni? Mert beindult az elképesztő megkülönböztetése,
tudatos és tudattalan adathalmaz alapján, hogy ez én vagyok, ez nem én vagyok, ezt szeretem, azt nem szeretem. Ja, hogy ezt soha nem tanulom meg. És akkor jön egy olyan helyzet, hogy muszáj. És képzeld el, hogy az összes elfeledett mondat az elég volt ahhoz, hogy oroszul adjak interjút. Ott helyben két nap alatt minden a fordítótól visszajött, mondtam, hogy a harmadik napon már nem kell lesz, és sikerült megcsinálni. Úgyhogy azóta semmi, az ott van szépen, áll a helyén. Várja, hogy a következő ilyen, ha van, akkor lesz. De koreaiul ugyanez, angolul sose volt probléma, angol olyan volt, hogy nem tanultam. Szerintem én emlékeztem. Tehát így elém tették a könyvet, egyszer elolvastam, és ezt nagyon-nagyon hamar megtanultam, visszaadtam, levizsgáztam, kész. És igazából egy olyan cél kell, amiért te fel tudod adni a véleményeidet. Fel tudod adni a korábbi berögződöttségeidet, a meggyőződéseidet, és akkor ez átformálja teljesen. Hát hogyha mondjuk a férjed, aki melletted ül, ő német anyanyelvű lenne, akkor te már most úgy beszélnél a szeretet kapcsolaton keresztül, az együttélés évtizedei által németül, hogy Goethe, Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven is megirigyelné. Jó? Úgyhogy ezen múlik. Köszi. Szívesen. Van három felnőtt gyermekünk, és az egyik sajnos valamilyen függő zségben szenved. És ezt én mindent megtettem annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Mondom ezt én magamról természetesen. Lehet, hogy én őt traumatizáltam valamikor gyermekkorában. A felnőtt gyermek azt jelenti, hogy nagykorú? Igen. 31 éves. Az a kérdés, hogy hallgat-e még rád, van-e még olyan szeretett kapcsolat, amelyen keresztül te igazából tudsz vele beszélni? És ha igen, akkor nem a múltban kéne keresni a hibát, hanem a jelenben a megoldást. És most, ahogy ő van, vázolni az ok és okozat működését a lélekben, az érzékszervisíkon, és megmutatni azt az irányt, amit ő, hogyha követ, akkor az eredmény szinten mi jelenik meg. És meg kell kérdezni, hogy ezt ő akarja-e. Na most, ha ilyen mélységű beszélgetést le tudsz vele folytatni, akkor olyan túl nagy trauma nem lehetett korábban, mert akkor még hallgat rád, akkor még nincs egófal. Miért? Ha valaki stoplisan beléd megy, hogyha megsért, hogyha beléd gázol, akkor azelőtt reflexből falat emelünk. Ha ez nincs, akkor olyan túl nagy probléma nem lehet, de ő lehozhatott olyat a hátizsákjában, a kis karmája a tudattalanyában, amely így manifesztálódott. És hogyha úgy érzed, hogy nem hallgat rád, akkor viszont kérjen segítséget mástól. Az anyának a legnagyobb fájdalma az, hogy el kell engedni azt a gyermeket, akit ő kihordott, megszült, fölnevelt és mindenét adta ért, akit vállalta azt, hogy az élet és halál mesdjéjén megy. És amikor a gyerek felnő és önálló lesz, akkor már az az óvó és féltő anyai szeretet, ez már csak részben működik, és ne úgy érzed, hogy egyáltalán nem működik. Ez az útválasztás, amiben a szenvedélybetegség miatt nem jeleskedik a gyermeked, ez az apán legalább annyira múlik, mint az anyán. Úgyhogy itt az apja nélkül nem fogsz eredményt elérni, és lehet, hogy még azzal sem. Ezért lenne szüksége egy olyasféle vállalásra a gyermeked részéről, aki már felnőtt, hogy döntsön. Döntsön. Mit akar? A szenvedély, betegség általában azt jelenti, hogy előbb-utóbb elpusztul benne az ember, előtte lerombolja a környezetét, a kapcsolatait, aztán saját magát. És meg kell kérdezned, hogy ő mit akar. Hogyha ebben akar meghalni, akkor tiszteletben tartjuk, viszont nem adunk segítséget hozzá.
nem veszel részt az önpusztítás folyamatában. Ha segítséget kér abban, hogy kigyógyuljon, felébredjen, és ismét igazi önmaga legyen, akkor azt lehet segíteni. Ilyenkor el kell kerülni a sztereotípiákat, hogy te félted, hogy te mást akarsz, hogy legyen hasznos tagja a társadalomnak. Miért? Mert a szenvedélybetegek erre nem hallgatnak. Sőt, ezek elé szoktak komoly falakat emelni, hogy rajtuk ne változtasson senki, őket ne javítsa meg senki, őket így fogadják el, vagy ne fogadják el, de ők akkor is ilyenek lesznek. Na ez az az önpusztító büszkeség, amitől nagyon hamar meg lehet halni. És hogyha ő ezt választja, akkor ez lesz. És ez egy óriási kockázatvállalás, és egy szívettépő fájdalom az anya részéről. Az apa fegyelme, az apának a következetessége itt nagyon sokat tud segíteni, mondom, nem mindig. Ha például túl nagy volt az apai szigor, akkor meg azért nem hallgat rá. Irányvétel, célképzet, motiváció. Ez a három az, amiből egy ilyen kérdést föl lehet építeni, és a már felnőtt gyermeknek meg kell válaszolni, és ezt a választ az előzőek figyelembevételével tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Utolsó kérdés. Milyen módszert tudsz javasolni arra, hogy ez a bizonyos hátizsák kinyíljon, és mondjuk egy kicsit beszédesebb legyen a tudat alatti? Le kell venni az izsákot a nem ragaszkodás gyönyörű mozdulatával, és letenned magad elé. Ez az, hogy belül mersz látni. Tehát az első ilyen tudatosító kérdés az a mi ez. Nem a ki vagyok, az egy sokadik következmény. Az avatárodnak a különböző hánytorgása. És hogyha mi ez, semmilyen válasz? Akkor még nem vetted le az izsákot, mert egyre jobban rejtőzködik. Ha nem jön válasz, akkor válságba kerülsz. A meghasonlástól kezdve az önszabotázsig rakás módon tudjuk ébreszteni magunkat, minél jobban bújunk magunk elől, annál erősebb lesz az ébredés, és annál kellemetlenebb. Tehát az igazi kérdés itt az, hogy ki vagy mi az, ami ezt a belső őszintességet, hogy merj látni, felébreszti. Ez a kérdés. És hogyha ehhez egy külső személy kell, legyen tanító, család, csoport, szeretett kapcsolat, ellenség. Az ellenség néha akkorát tanít, hogy senki más olyat nem. Mert ő betalált. Ő az érzékeny pontodat megtalálta. Arra reagálsz. Az összes többit kint tudod tartani. Volt egy ilyen mondásunk a szerzetesi szangában, mert azért elég sok mindent átéltünk magunkban és egymás közt egyaránt. Mindegy, hogy angyal vagy démon, aki visszahozza a pillanatba, az a tanítód. Aki levéteti veled a hátizsákodat, aki megszűnik ezt a fajta játszmát táplálni, hogy te rejtőzködsz, meg bujkálsz, meg a szebbik feledet mutatod magad és mások felé egyaránt, az a tanítód. Tehát mikor, milyen körülmények között, kinek a hatására vagy te hajlandó levetni a hátizsákot, és nem csak hogy magad elé tenni, hanem kinyitod és meglátod, hogy eredetileg a hátizsák minden tartalma cserélhető. Te neked nem kell olyan embernek lenned, aki nem szeretnél lenni. Ez biztos. De ahhoz kinyitod az izsákot, megkülönbözteted a tartalmát a formájától, és szépen kirakod a karmát a tisztánlátás szőnyegére. És akkor már egész más az életélmény. Van tér, van idő, van látás, és a pillanat egyre tisztább. A meditációt ezért érdemes, hogy életvitelszerűen gyakorolni, hogy mindig legyen minőség a mennyiség mellé. Ha ez a kettő szétválik, folyamatos életproblémák, mert vagy csak mennyiség van, a minőség pedig önmagában nem lenne probléma, de ha nem merem a dharmát és a karmát egymás mellé rendelni, akkor a minőségből abstrakció lesz. A tapasztalás ismét elgondolássá vagy rendszerré silányul, és akkor megint csak az árnyékokat fogom üldözni a lényeg tapasztalata helyett. Úgyhogy így. Helyzet, kapcsolat, működés. És akkor a hátizsák nem zárulhat vissza. Oké? Hozd magad helyzetbe. Legyél kapcsolatban. Merj cselekedni.
És akkor a hátizsák sosem zárul vissza. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hölgyeim és uraim, szívből köszönöm a ma esti megjelenését mindenkinek, azt a figyelmet, amivel kitüntettük egymást, hogy a dharmát ismét a felszíne hozhassuk ma este. Kívánom azt, hogy gyakoroljunk együtt minél többet, akár a Tusita Mennyország szegedi képviseletén, akár a templomban, akár más közösségekben. Köszönöm, hogy egyéb közeli helyekről is eljöttetek. És hogyha ezt megtesszük, hogy egymás felébredését segítjük a közös gyakorlás és erőfeszítés által, akkor magunk és a világ egyaránt fényre derül. Köszönöm a figyelmet!